Üdvözlök mindenki sok szeretettel. Sziasztok, üdvözlök mindenkit sok szeretettel. Viszonylag beszélni akarok veletek pontos dologról. Szia, Gyó, Túrján, Nikolát. Nikolát Banya, szia! Sziasztok! Megvárom, még följöttök 50%-on. 238 követőm van, ha jól számoltam, ha jól vettem fel embereket. 238.
Szia Szabó Kriszta, semmi különös, hát attól függ, hogy hogy veszitek. Nincs úgy túl nagy baj, attól függ, hogy hogy kezelem, és hogy veszitek ti. Én hogy kezelem, hogy veszitek ti. Megvárt még felüttök 50%-on. Sziasztok! Itt vagyok. A nevem Facebookon Varga Irén van fönn, de ezzel amúgy a nevem, csak szerettem volna megváltoztatni, de nem értek hozzá. Amúgy Mazáz el a nevem. Köszi Szabó Laki. Nem. Szia Detti, szia kis Erri. Sziasztok, megvárt még felüttök 50%-on. Hogy vagytok? Örülök, Sándor. Igen, itt vagyok. Mondom nektek, csak gyertek föl, 30-an vagyunk. Igen, egy picit. Szia Mária Krisztina Győke. Osztad a TikTokomat, amit tudom, hogy ott vagyok, drágám. Gyerekek, már kilinkeltem a TikTokomat, meg csinálok majd egy instát, de nincsen instám. Majd letöltöm. Nem túl jó. Huszan vagyunk. Még egyelőre bizonytalan. Igen, Gabriella Kótai. Szia, Paska Ildikó.
25-en vagyunk, mindegy, lassacskán elkezdem. Gyerünk fel többen. Igen, Kótai. Megvárom, még feljöttök. Oké, jó, akkor elkezdem, oké, Mária. Sándor, jó, akkor elkezdem. Nos, de ez komoly. Ezen nem fogok változtatni, amit mondok, és másképp nem is lesz. Úgy, minap, tegnap, úgymond, az volt, hogy odaért egyik szélet, amiről beszéltem is nektek, hogy hát, hogy engem jelengetni akarnak, meg írást összegyűjteni ellenem. Nem tudom, hogy miért. Szinte majdnem 2 éves sehol nem vagyok. Ezt mondhatom is, hogy 2 éves sehol nem vagyok, mert fellépéseim nincsenek. És meghoztam egy végleges döntést, amin nem fogok változtatni, úgymond. Amúgy tiszta ideg vagyok és remegek. Főkenni alig, ha bírok ágyból. És a idegtől szinte remegek. Arról van itten szó, hogy össze-vissza kevernek. Úgy, mintha intenzíven Facebookon lennék. Holott alig vagyok Facebookon. Mások nyilvánítnak meg engem, mintha intenzíven nyomatnák bírói dolgokat, amik nem jók, amik rossz hatással vannak úgy rám, úgy másokra. Holott, látjátok, alig vagyok itt. TikTokon még nincsen meg az 1000 követő, így live-ozni nem tudok. És 19 000 követőmet elvették. Szia, Rivida! 19 000 követőmet, majd 20 000 követőmet elvettek. Úgy eltulajdonítottak, hogy engem meg sem kérdeztek, és nem is tudom visszavenni, mert nem tudom a kódját. És a 19 000 követőről TikTokról gyertek ide 700 valahányos követőre. Nézzétek meg, drága angyalkáim! És 700 valamennyi követőm van, már nem sok kő, meg egy olyan 300-400 követő kő, és majd, hogy megvan a 1000 követőm, akkor úgy. Kélek szépen, gyertek onnan ide, aki elvette, majd az Isten megbünteti. Jó tudjátok, hogy nem foglalkozok semmi annal, hogy én majd irálok, és akkor alja cigánkok, mert nem. Hanem a 19 000 követőmet elvették úgy, hogy engem meg sem kérdeztek. Mahiana Rosszálló oldalt nem is használom évek óta, azt mondhatnám. Igen, évek óta, 3-4 éve nem használom Mahiana Rosszállót. Onnan is illogjatok ide, gyertek ide. És kérek szépen benneteket, hogy észrelegyetek, és
Jó észre legyetek, és tudjátok meg azt, hogy mit követtek és mit nem. Mirabella, jó. Megnézem, Mirabella. Írjál majd rám. Drágáim, a Mahiára rossz állót azt mondhatom évek után nem követ, nem csinálom. A YouTube-hoz nem férek. YouTube oldalam nincs. Ahhoz is évek után nem férek eredeti YouTube-hoz. Csak ezzel maza van. Ez a kettő. Ezt a nevet használom, de Facebookot is megpróbálom. Ezt a Facebookot megpróbálom erre névre átíratni, de nehéz. Nem tudok rágyűnni, ahogy kell. Kérek szépen maradjatok itt életem, és légy szíves, az eredeti normális TikTokomat kövessétek be. Ezzel. Igen, Sándor, tudom, most észrevettem, hogy valaki próbálta lemásolni ezt a Facebookot. Hogy Habi, aztat kövessétek. Igen, drágám, Kóródi Kornélia, akkor megnézek egy másik nevet, de amúgy ez tök jó. Na mindegy, gyerekek, a lényeg, hogy a TikTokomat kövessétek, ezért úgy tudom. Igen. Kilinkelem is, akkor azt kövessétek. Kilinkelem is, akkor azt kövessétek. Igen, Mária. Igen, Sándor. Igen, Zsuzsa. Oké, gyerekek, oké. Próbálok elkövetni mindent, hogy megtudjátok, hogy melyiken vagyok. És arra döntésre jutottam, gyerekek, hogy noha idáig nem voltam énekelni, ez idáig sem megyek, amíg én egy normális valakit nem találok, aki mellett úgy tudok dönteni, hogy rendesen, hivatalosan menjen minden. Én idáig sehol nem voltam, nem is törődtem ezzel, hogy papírra készek, vagy bármi. Majd 2 éve, hogy nincsen föllépéseim. Ezt tudnotok kell. Mert ellehetetlenítettek, és mindenféle dolgot kitaláltok rám, kitaláltok rólam. Azt is, ami nem volt igaz, szó szerint mondom. Azért, mert őcsőrüket piszkálja az, hogy engem követnek, nem tehetek arra, hogy alám tesznek. És arra döntésre jutottam, gyerekek, hogy ezt a döntést kell meghoznom, hogy nem tudok sehová menni, még valaki olyan komoly nem foglalkozik velem, és amíg én nem tudok úgy dönteni, hogy jó, oké, akkor vágjunk bele egy ilyen vállalkozási helyzetbe, és akkor, hogy tudjak számlát adni. Én addig soha nem mentem, nem megyek. Úgyhogy erről van itt a szó. Engem össze-vissza gyűjtment emberek nem érdekelnek, akik lehúznak, akik átvernek, akik csak a pénzemet akarják, és belül nem akarnak megélni, és követőket szerezni,
és akik szó szerint ténylegesen lehúztak, és lehúznak. Majd végül bajt csináltak rám hivatalos személyekkel, hivatalos személyeket húztak rám, egy olyan embereket, akiket be akartak folyásolni, most neveket hadd ne mondjak, és nagyon szánom, bánom, hogy egyáltalán megbíztam egy-két-három illetőbe, akikről azt gondoltam, hogy jót akarnak nekem. Na de csak ígérgetni tudtak, és addig csinálták ezt az egész menetet, amíg ők fölhúzták magukat belőle. Igen, Szilágyné. Nem zárom ki, hogy egyedül fogom ezt csinálni. Nem zárom ki. És akkor nem kell magyarázkodnom senkinek. Az, amit én csak, azért én fogok felelni saját magam, nem pedig len másnak. Fogok ezután megfelelni olyan embereknek, akiknek közük nincs hozzám. Vájkálnak a bukszámba, vájkálnak az életembe, vájkálnak a magánéletembe. Ha lelki világomat tönkretették, mindenemet tönkretették. Teljesen leziháltak. Igen, Szabó Laki, ez fog lenni. Szabó Laki, körülbelül ez fog lenni. Körülbelül ez fog lenni. Egyrészt azt mondom, nem is baj, hogy nem mentem, mert nem tudnak így rám semmit mondani. Másrészt meg sajnálom és elnyom. Lehangol, és szomorú vagyok, és beteg vagyok miatta. Mert nekem ez volt a életem. Zsuzsanna, nem mondtam, hogy számla nélkül megyek el olcsón. Nem mondtam. Az tény, hogy azt mondtam, hogy olcsón megyek, ha úgy van, de a számlát nem zárom ki. Légy szíj, maradj, egy percet maradj el. Nincs semmi baj. Sziasztok! Mindenkinek szép napot kívánok. És ne forgassátok az Irénnek a szavát, jó? Ő nem mondott semmit számlát, meg ilyesmit. Azért szóltam most bele. Ne forgass ki a szavát! Csak ennyit akartam mondani. Amúgy szevasztok. Köszönöm. Te arról van szó, drágáim, hogy én nem mondtam, hogy nem adok számlát, csak nem, hogy, csak hogy kedvező áron megyek el, hogy ne mondjátok azt, hogy túl drágán megyek. Aki szeretne olcsón, nyilván elmegyek, de mondtam, hogy számlát adok, ha arról van szó. De akkor egy pici időt kérek, még elintézem. De én azt nem mondtam, hogy számla nélkül megyek el. Nem mondtam, Zsuzsa. Gombostól Zsuzsanna, nem mondtam. Add ide. Amúgy Kaja gőzőtökkélt, hogy most az Irén számlával, amiben számla nélkül megy el, aki számlát az én fogok lenni, mert én leszek az egyéni vállalkozó mellette. Az Kaja gőzi. Hello. Igen, igen, a férjem elintézi majd, hogy számlázni fogok. Ezért is nem mentem. Én adok számlát, nem te. Vagyis hát igen, te bocsánat. Csak rosszul fogalmaztam meg. Na. Igen. Aztán igen. A gőzé, el lehet kocolni, lehet jelengetni. Gyámatóságok, Apekó, mindenhova. Hello! Nem úgy akartam én. Igen, Gombostól Zsuzsanna, csak utána meg az van, hogy abból van a baj, hogy én azt mondom, hogy számla nélkül megyek. Rám akarod erővel hozni a baj, Zsuzsannám. Hát nem fogja ráthozni. Hogy habi én számla nélkül mentem, vagy megyek. Én nem megyek sehova számla nélkül. Nem megyek, Zsuzsannám, de semmi baj nincs. Kélek szépen, ezt mondd vissza. Na.
De nem magyarázkod, ti is ne picsába szívom. Jelenges, ahol akar. Rosszul fogalmaztam. Micsoda? Rosszul fogalmazta. Na, hát akkor nem jó, semmi gond, rosszul. Semmi gond, semmi gond. Oké. Rosszul fogalmazásunk, hol van meg csak a bajok, az Irénre. Hát igen. Mindig is ez volt. Elnézést, hogy a háttérből beszélek, de ne fogalmaz rosszul, inkább akkor ne írjál semmit. Oké, Zsuzsa, köszi. Törőjed, drága. Te Zsuzsannám, tényleg mondtam, hogy olcsón megyek, nyilván. Nem lesz. De nem mondtam, hogy számla nélkül meg. Nyilván, hogy mennék számla nélkül menni? Hogy mennék, Zsuzsanna? Gondolkodj egy kicsit. Ha más nem, mással intéztettem el, ha az vállalkozó, akkor ő rajta köröztül. A illetőn köröztül, vagy a páromon köröztül. De akkor is meg van oldva. Tehát így, ahogy mondod. Így, ahogy mondod. Zsuzsának beszélgetek most, hogy... Ne beszélgess Zsuzsának, mert mások is vannak ott. Hát persze. Valami akar, akkor privátba beszélni. Hát igen. És elmondom nektek, tegnap egy hölgy, bizonyos X illetővel az volt a bajom, hogy személyesen írta ki, hogy tudjátok, mit írt ki a illető, és akkor utána csirákot, egyik-másik csirákot, hogy a nevét kimondtam. Hát persze, hogy kimondtam, mert ő is odaírta, hogy Irénke így, Irénke úgy. Igen, Zsuzsa, igen. Csak tudod, itt már látják, elkezdik majd kavarni. Köszön Szabó, Laki Réka. Így van. Ketten tudunk indítani egyfajta vállalkozást, így van. De a férjemen keresztül, ugye, mert én nem lehetek vállalkozó, hanem valakin vagy a férjemen keresztül. Így van, jó mondtad, így van. Én nem lehetek, nem vállalkozhatok, amíg nincs megengedve. Csak a férjem. Igen, Szabó. Így van. Viszonylag vissza lehet nézni, így van. Mert azt mondtam, pont azt mondtam, hogy számla nélkül sehova. Így van. Így van, Szilágyiné. Csak sokan megvágják a videót, és más színben tüntetik föl. Nagyon sok videó úgy került ki, Szilágyiné, hogy mintha nem azt mondtam volna, amit kellett volna. Ezért néztek, üljenek engem. Annó, emlékezzetek vissza, azért mondtam, tegyétek el a videót, amit mondok, hogy tegyétek el, és akkor így tudni fogjátok, hogy mi az igazság. Igen, Lakatos Zsuzsanna, nem is volt gond, mert mi annó is úgy jártunk. Várj már témát. Csináld a dolgot, Irénke, soha ne magyarázkodj, ne foglalkozz senkivel, semmivel, csak magaddal és Lacival, ki jobban ró. Igen, tudom. Igen, Amanda, tudom, így van. Jobban rosszban veled van. Sok sikert kívánok is. Minden jót nektek. Oké, tudom. Igen, Amanda, idekezek mindenbe. És ez nem úgy működik, hogy én bármi vagy bárki nélkül megyek. Sosem úgy működött. Én Ferde úton soha nem mentem. Ha volt valahonnan pénz, én tudtam azt, hogy hol számoltam el. Én nem foglalkozok senkivel különösebben. Igen, László Linda, megbeszéljük, mondtam. De volt, aki azt mondta, hogy
azért hívott meg, mert éppen rokon, táv vagy közeli rokon. Nyilván nem kellett neki semmi, hanem csak legyek ottan, szórakozunk. Egy szóval sokszor meglettem csak hívval. Valahányszor. Tehát akkor én elő mit magyarázkodjak? Mint jó barát meglettem hívva a kajátunk, ittunk, elbeszélgettünk, énekeltem, de nem jelentette azt, hogy mindjárt ötös-rögtön pénzszereztem. Mert többet ért az, hogy kicsit kikapcsolódtunk. És gyerekek, őszintén megmondom, soha nem akartam, és nem is akarok Ferde úton járni. Nekem itt hiába kavarnak. Voltam bajba, de hál' Istennek segítséget kaptam, mert tudták, hogy nem én akartam. És törbe lettem csalva. Tessék, férjem. Mondja, felkérjek valamiért. Egy gyereket már szinte zsibbad a szám, komolyan mondom nektek, hajszál híja, mondom neked, ha nem igaz. Esküszöm, nektek mindenkinek vörös hangyák vannak a száján. Zsibbad a szám az idegtől. Hogy elkezdenek kavarni itt a gyerekek, de komolyan. Elkezdenek itt kavarni, hogy így meg úgy meg amúgy megyek fellépni. Sehol nem voltam majd másfél éve, két éve. Sehol. Ez bárki, a klubok, mindenki meg tudja mondani. De volt olyan, hogy hirdettek úgy, mintha ott lettem volna. Holott nem voltam ott. Megszerkesztettek, megaplikáltak. Balog Alexandra, mi a baj? Nem elég, hogy furcsát észire mondom, nem tiltlak. Biztos, hogy poénból ített, de ez már durva Balog Alexandra. A nénikéd az a tyúkmelű, oké? A nénikéd az tyúkmelű, de az én férjem nem. Balog Alexandra, takarodás van. Sicc! Még egyszer ide ísz, jelentlek Balog Alexandra. És egész Facebookodat letiltatom. Úgyhogy takarodás van. Lakatos Zsuzsanna, boldog születésnapot kívánok. Erőben, egészségben, gazdagságban. Boldog születésnapot kívánok, Lakatos Zsuzsanna. Én is neked elnézést kérek a durva beszédét. Gyere ide, kérnek. Majd mondok neked valamit. Lacika, szerettik teket. Nem szeretem, amikor félrebeszél. Oké, Gizella. Károly Jungber, szia! Úgyhogy gyerekek, tapottat, számla nélkül nem megyek. Tudjátok, hány kérőm volt? Hány fellépés kérőm volt? De nem mentem. Megkérdeztem, hogy a számla kell. Előtte egy héttel jelezzetek, mert akkor intézem. Szia, Éva Winkler, drágám! Szia, drága Évám! Tehát számla nélkül sehova nem megyek, ha csak meg nem beszélem a bizonyos illetővel, aki foglalkozik velem, hogy hogy oldjuk meg, akkor már mi intézzük is. De nincsen jelen pillanatban senkim. Nincsen szerződésem senkivel. Gizella, oké.
Köszi Zsuzsaminktól, Zsuzsanna. Köszönöm, semmi baj, Zsuzsanna. Laci üzeni, hogy elnézést kér, hogy felemelte hangját, de tényleg, Tóth Zsuzsanna, nem mindegy, hogy sajnos mit írunk ide, mert kavarnak, Zsuzsannám, kavarnak. Lakatos Zsuzsanna, titeket is. Sándor József, köszönöm. Gyerekek, én nem akarok hazudni. Higgyetek bennem, könyörgöm, higgyetek bennem, bízzatok bennem. Másfél-két éve fellépéseim nincsenek. Azelőtt is már pangottam. De nem azért, mert nem kellenék, nagyon sok az igény rám. Már Németországba is hívnak. Csak éppen ellehetetlenítettek. Kitaláltak rólam mindent. Higgyétek el! Nem véletlen vagyok itthon. Nem véletlen nem megyek, nem járok sehova. Pörkölt tésztel ez, drágáim. Most a férjem pörd, mert én nem túl jó vagyok, de komolyan. Nem szabad, gyerekek, nagyon meg kell gondolni, mit ír ki az ember, gyerekek. Mert itt olyan kavarások, szar kavarások mennek, hogy az ég is leszakad. Igen, Gizella, próbálom azt tenni, ami jó nekem, ami örömet okozna, boldogságot, de nem igazán tehetem. Jó, rendben van. Lacika, drága. Mi van? Kedves. Nézzél valami ideált. Oké, gyerekek, rendben van. Azért a páromnak sem mindegy, hogy ő, mint gyámon, magyarázkodni kelljen neki olyan dolgokért, amik félreértő, mondatokból vannak a bajok. Nagyon meg kell gondolni, mit mondunk, mit írunk ki. Én is nagyon megrágom. Úgy jöttem a Facebookra föl, hogy megrágom, mit mondok. Jó, gyerekek, éneklet, csak várjatok. Keresed, légy szíves. Igen, Szilágyi is, Pasek Ildikó. Én, Károly, jelen pillanatban itthon vagyok nyugdíjasként. Mert nyugdíjas vagyok évek óta. Most nem dolgozok, mert dolgoztam két gyárba, meg Tyúkoldába. Azelőtt. Jelen pillanatban most nem dolgozok. Akkor valaki Mária Krisztina megint egy TikTokot csinált. De azzal ti ne foglalkozzatok. Itt ki fogom linkelni, hogy melyik az enyémé. Ja, a Laci. Magyar Suzuki ZRT-né. Károly. Oké, Gizella, hú, van egy pár. Mindjárt, gyerekek. Mit akarsz most? Na, majd később. Nem később, most szeretném, légy szíves, jó?
Így van, Szilágyiné, minden munka, amit az ember csinál mai világban, minden munka, sőt, több munka van itthon, mint az ember elmenne gyárba dolgozni. Sokkal több mindent csinál az ember. Tehát így van. A háztartási beli dolgok se egyszerűk. Mert azért az ember nap végére kidől. És nem beszél vele arról, hogy akkor, na, az mellett még menjél akkor dolgozni. Főleg betegen. Jó legyen a érintés. Igen. Jó. Akkor legyen a kisapám, gyerekek. Fogadjátok sok szeretettel. Tünde csintalan. Szia, Tünde csintalan. Iszok egy kis kávét. Yeah! Ha! Yeah! Kisapám, kisapám, gyere mondd, mi a baj, kisapám. Abulám, abulám, látom, nézed, abulám. Kettőt jobbra, egyet balra, így jön ki a kör. Láj, 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 ez a nő soha meg nem tör. Tudod, sosem egyszerű ebben az életben, ha a test az nagyszerű. Tudod, sosem tévedtem, énekes ez a gágyi, bántsatok, jöhet bármi, akkor is, tudod, akkor is, ha dalomra fogod járni. Mozog a test, dobog a szív, ezeregeton a buliba hív. Mozog a test, dobog a szív, ezeregeton a buliba hív. Kisapám, kisapám, gyere mondd, mi a baj, kisapám. Abulám, abulám, látom, nézed, abulám. Kettőt jobbra, egyet balra, így jön ki a kör. Háj, láj, 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 ez a nő soha meg nem tör. Yeah! De lepeket is sem messze tőlem, szerintem nem száll elég soha belőlem. Gyümölcsöt meg döcsögek, csirántok, drágám, drágéségem, mert nagyon vigyázok. Láj, 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 jöhet a Titanic a Celine Dion. Láj, 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 láj. Mozog a test, dobog a szív, ezereketon a buliba hív. Mozog a test, dobog a szív, ezereketon a buliba hív. Drágáim! Ennyi! Ha? Ó, gyere, mondd, mi a baj, kisapám. Abulám, abulám, látom, nézed, abulám. Kettőt jobbra, egyet balra, így jön ki a kör. Háj, láj, 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 ez a nő soha meg nem tör. Kisapám, kisapám, gyere, mondd, mi a baj, kisapám. Abulám, abulám, látom, nézed, abulám. Kettőt jobbra, egyet balra, így jön ki a kör. Háj, láj, 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 ez a nő soha meg nem tör. Ennyi! Gyerekek, ezt énekeltem nektek. Igen, jó étet, Sándor! Köszönöm szépen, Lakató Zsuzsanna! Manuma, baby! Két a vesz battáló, mahia nárusztáló, fullos, mint egy puszinker, nem utas kitik mi.
régiek. Itt a vérzaktáló, máhián állokszáló, fullos minden huszéket, nem utas ki tud még ilyet. El fogom menni heteket, hiába játszátok a feteket, kicsi verebek, figyeljetek, a szövegemmel sora verek. Megmutatom én, hogy rázom, forró vérem, én nem fázom, magamat én felrázom, hogy mi lesz este, majd meglátom. Tibler úr a maruát, játsz egy kicsi marumát, érezd a zene ritmusát, hogy rázom én a bulát. Tibler úr a maruát, játsz egy kicsi marumát, érezd a zene ritmusát, hogy rázom én a bulát. Sexy, sexy. Tudom, hogy tetszik, tetszik. Sexy, sexy. Tudom, hogy tetszik, tetszik. Itt a vészbaktáló, máhián árosztáló, fullos, mint egy pusztiket, nem utas ki tud még ilyen. Itt a vészbaktáló, máhián árosztáló, fullos, mint egy pusztiket, nem utas ki tud még ilyen. Ide teszed, oda teszed, nem is ennél többet te sem, nem kell több jelenet, csukd be a szemedet, az ágyon fekszek, levegek, vágok én még egy szeletet, fahéja, citrom, szerelem, nyard le rólam, én azt szeretem. Tépd le rólam a ruhát, játsz egy kicsi marumát, de zene ritmusát, hogy rádom én a bulát. Tépd le rólam a ruhát, játsz egy kicsi marumát, de zene ritmusát, hogy rázom én a bulát. Sexy, sexy. Tudom, ez tetszik, tetszik. Sexy, sexy. Tudom, ez tetszik, tetszik. Hét a vészbaktáló, máhián árosztáló, fullos, mint egy pusztiket, nem utas ki tud még ilyet. Hét a vészbaktáló, máhián árosztáló, fullos, mint egy pusztiket, nem utas ki tud még ilyet. Oh, yeah, Maluma, baby! Köszönöm, gyerekek, öltet! Pillanat életeim, mindjárt. Így. Ezt ide rakom, gyerekek. Ezt ide. És akkor csak egy pillanat, gyerekek. Felteszem a telefonomat előre. Mindjárt. Pillanat, gyerekek.
szépen van már. Jó, jó. Jó, jó. Felkelek az ágyból, rendesebben, megágyozok. Jaj, gyerekek! Felöltözök. Egy pillanat, gyerekek. És akkor
mindjárt, gyerekek. Na most ő.
Nos, gyerekek. Na, gyerekek, itt vagyok. Nyugi. Csak rosszul lett téve. Na jó, akkor így. Itt vagyok, angyalkáim. Sziasztok. Sziasztok, szia. Gabriel Pénz. Szia, Gabriella. Nem, itt vagyok, Erika a puskás. Itt vagyok, Erikám. Itt vagyok, csak felkeltem. Felkeltem. Rend van. És... Nos. Rend van, gyerekek, gyakorlatilag. És gyakorlatilag ez van, gyerekek. Rendet csináltam. Sziasztok. Köszi. Itt van, angyalkáim. És akkor... konkrétan... ezt ide lakom. Itt vagyok, életeim. Rendet csináltam, kicsikéim. Sziasztok. Így vagyok. Hát na. És hát így vagyok, drágáim. Későbbet beszélgetünk. Sziasztok. És akkor a továbbiakat elmondom, mert a fejem zúg és zsibbad, aztán egy kicsikét pihennem, meg innom egy pohár vizet. Szép, köszönöm szépen. Úgyhogy sziasztok, csátok, szép napot mindenkinek, 1-2 óra múlva jövök. Sziasztok, drágáim. Puszi.